Sziasztok, Sümegi Péter vagyok, snowboard oktató. Gyertek velem snowboardozni! Ez a kezdő snowboardosoknak szóló sorozat negyedik része. Erika, Nóra és Attila, vagyis a Blikkes tanuló csapat vízszintes terepen már összebarátkozott a deszkával. Sümi most már egy lankás lejtőre viszi őket. Szépen térdeket rogyasztva, egyenes háttal, kezek 45 fokba, vállak párhuzamosak a lappal, egyenes vonalba rolózunk, végig a sarokkél, merőleges a lejtésre, egyenes vonalú nyomot fogunk hagyni a hóban. Sarokkélre fölállunk, szépen egyenes tartásra és egyenes vonalú sarokkél rolózás. Mindkét lábon ugyanannyi a testsúly, szépen mély tartásban vagyunk, a vállak párhuzamosak, és csak a deszka élhelyzetének növelésével fékezünk, és a csökkentésével pedig gyorsítunk. Fékezünk és gyorsítunk. Arra figyeljetek, hogy mindkét lábatokon ugyanannyi testsúly legyen. Ha valamelyik lábatokon több testsúly van, akkor az elkezd az a vége a deszkának lefordulni. Jó, óvatosan, óvatosan! Jó, óvatosan! Völgyél, tehát az, ami a völgy felé néz, jelen esetben a lábújjel ne akadjon le. Mert hogyha az leakad, akkor előre fogsz esni. Ezzel tudod kontrollálni is a tempót, hogy növeled az élhelyzetet és csökkented az élhelyzetet. A második feladat, lábújjel rolózás, ugyanígy szép mély tartásban, egyenes háttal, és csak nyakból oldalra fordítjuk a fejünket, és a periférikus látásunkban látjuk, hogy hova tartunk. Feneket nem dugjuk ki, egyenes hát, és hogyha lehet, akkor majd oldalra is nézünk. Itt is úgy tudjuk kontrollálni a sebességet, hogy csökkentjük a deszka élhelyzetét, illetve növeljük, akkor meg is állíthatjuk a lapot, bármikor fékezni tudunk. A cél, hogy egyenes vonalban és stabilan, nyugodtan kontroll alatt tartjuk a deszkát. Tisztában vagyunk ezzel, akkor átfordulunk újra sarokérre, egy picit az egyik lábbal megnyomjuk a deszka egyik végét, aztán a másik lábbal a másik végét, de úgy, hogy a súlypont továbbra is középen marad, csak finoman forgatjuk a deszkát magunk alatt. Semmilyen rángatás, semmilyen felsőtest mozdulat nincsen benne, csak a csípő és a combok dolgoznak. Lábújjelen ugyanez a feladat, leforgatom ugyanúgy, két lábon ugyanannyi a testsúly, csak csípőből és combból forgatom le. Utána jön, hogy a deszkát úgy kell irányítani, hogy amelyik lábunkon több testsúly lesz, az le fog fordulni a völgynek. És hogyha mondjuk én kirakom a bal lábamra a testsúlyomat, elkezd lefordulni, utána visszarakom a jobbra, akkor a jobb kezd el lefordulni. Utána visszarakom a balra, és a bal lefordul. És ezzel a falevélszerű mozgással tudunk közlekedni a pályán. Azaz láthatóan egyszer az egyik lábadon legyen a testsúly. Az első délelőtt nyugodtan lehet gyakorolni a falevelezést, nem kell elkapkodni, nem kell elsietni semmit, nem is ajánlom senkinek, hogy egyből a kanyarodással próbálkozzon. Érdemes először tisztázni az alapokat, és hogyha ezek megvannak, mind sarokélen, mind lábújélen, akkor érdemes folytatni a további feladatokat.